napot kívánok, tisztelt államtitkár úr, elnök urak, hölgyek és urak! Köszöntöm Önöket, a hófoglaló vezérek, a törökverő vitézek és a nagy királyok történelmi emlékhelye után most a Királynék városában. Nagyon szépen, hogy elnök is utalt rá, építkezik a megosz ezekkel a helyszínekkel, és nagyon szépen sikerül mindig összeválogatni, éppen hova megy ez a nagy rendezvény, és mindig találni olyan helyet, ami egy kicsit többé, érdekesebbé teszi az eseményt. Zárva megjegyzem az ide a szakembereket elkísérő családtagoknak is. Én külön örülök, hogy most itt vagyunk, hisz Veszprém vármegyeiként nyilvánvalóan öröm, hogyha itt láthatom Önöket, és egy kicsit jelképesen akár házigazdának is érezhetem magam, de alapvetően mindig jó szívvel jövök Önök közé. Itthon érzem magam ebben a társaságban, és az itt elhangzó ügyeket pedig igyekszem minden fonton a saját nevének is tekinteni, mert pedig ügyek azok vannak, hisz mind a természet, mind pedig a gazdálkodási környezet folyamatosan termeli ezeket az ügyeket, amivel foglalkoznunk kell. Mai napon, ahogy elnök úr is utalt erre, alapvetően magán erdőgazdálkodás működőképessége kell, hogy a téma középpontjában legyen. Ehhez nyilvánvalóan szorosan kapcsolódik az erdészeti fejlesztéspolitika és a támogatási lehetőségek most megnyíló halmaza is. Való igaz, egy ciklust zárunk, hisz hallhattuk, hogy jövőre új elnökség veszi át a stafétabotot, és ahogy ez egy új korszak kezdete, egy régének a lezárása is, és ez egy jó alkalom arra, hogy egy kicsit megálljunk és visszapillancsunk, megnézzük akár a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara oldaláról is, hogy ez a közös munka, amit elvégeztünk, az mire volt elég, vagy mindent megtettünk-e az előrejutás érdekében, jó irányba haladt-e a szabályozás, az előttünk álló időszak fejlesztés politikája megadja a lehetőséget arra, hogy ez a kör fejlődhessen, a rendezetlenség adott esetben csökkenjen, vagy mi az Isten erről már végleg lekéstünk, talán nem így van. Évek óta tudjuk, hogy a klímaváltozás az plusz feladatokat ró az ágazatra, és hát sokan úgy gondolják, hogy erre az az adekvált válasz, hogyha úgy általában nem csinálunk semmit, megszüntetjük az aktív mezőgazdálkodást, megszüntetjük az aktív erdőgazdálkodást, és akkor majd akkor majd valami lesz. Most azt vallom, hogy itt a teremben ülő nagy többsége talán nem ezt az álláspontot képviseli, de azzal is foglalkoznunk kell, hogy ez is egy olyan vélemény, amit nem kevesen osztanak. A magánerdő megalakulása óta talán a legnagyobb probléma és a fejlesztések, fejlődésnek a legnagyobb gátja az osztatlan közös. Egy ilyen tulajdonosi szerkezetre nagyon nehéz felelősen építkezni, és azt kell látni, hogy az elmúlt években a mezőgazdaság földhasználatára kitalált jogi megoldások, ami az osztatlan közös megszüntetésére irányult, az nem biztos, hogy minden esetben kellően hatékonyan tudja szolgálni az erdő osztatlan közös struktúrájának a megszüntetését. Fel kell tenni a kérdést, hogy vajon egyáltalán meg kell szüntetni az osztatlan közös, vagy adott esetben a használatát kellene újra gondolni, és a mostaninál jobb megoldásokat találni. Mint minden gazdálkodási tevékenység, a magánerdő gazdálkodás esetében is nem ördögtől való az az elképzelés, hogy hozzon anyagi hasznot is. Ne csak társadalmi értelemben legyen hasznos az erdő, hanem a tulajdonosok és a gazdálkodók számára is. Ehhez megfelelő gazdasági környezetre és egy figyelmes támogatáspolitikára van szükség. Egy évvel ezelőtt, amikor itt Önök előtt álltam, akkor arról beszéltünk, hogy a fapiac egy meglehetősen kedvező képet mutatott. Én akkor azt mondtam, hogy ez egy félő, hogy pillanatnyi állapot, és nem szabad hátradőlni, és sajnos igazam lett. És azt is le kell szögezni, hogy egy olyan piacon, ahol a túlkereset és a túlkínálat ilyen hektikusan képes követni egymást, az nem lehet stabilnak tekinteni, és folyamatos odafigyelést igényel. A támogatáspolitikával összefüggésben egy fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet.
Az erdészeti jogcímek vonatkozásában az igénybevételnek az intenzitása az elmaradt attól, mind amit reméltünk, mind amit vártunk. Ugyanakkor én meggyőződéssel vallom, hogy ez nem azt jelenti, hogy ezekre a támogatásokra nincsen szükség. Inkább azt üzeni nekünk, hogy az igényekkel és az adottságokkal nagyobb összhangot kell találni a kiírásoknak, és az ügyintézést is gördülékenyebbé kell tenni. És végezetül egy kézzelfogható dolgot is szeretnék idehozni önök elő, hisz a jövő évtől várhatóan az Agrárgazdasági Kamara falugazdász hálózatának a tevékenységi köre érdemben bővülni fog, és létszámával is erősödni fog. Látjuk, hogy a tájékoztatásra és a tanácsadásra a magánerdőgazdálkodás esetében is nagy szükség van. A piaci keretek között kialakult szakirányítói hálózat mellett én úgy vélem, hogy falverdész hálózat felállítása nem feltétlenül szükséges, azonban abban látunk magunknak feladatot, hogy az erdőtulajdonosok általános tájékoztatására, valamint a szaktanácsadók háttértámogatására egy bővebb létszámú erdészeti szakértői és tanácsadói hálózatot kívánunk felállítani, mivel kapcsolatban mind a szaktárcával, mind az érintett szakmai szervezetekkel az egyeztetések elkezdődtek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mondandómat összefoglalva bízom benne, hogy egy jó jogi környezet, egy segítő és hatékony támogatáspolitika vár ránk a következő időszakban, és mindez együtt tesz majd azért, hogy a magánerdőgazdálkodás további fejlődésnek induljon, hisz ez az ágazat a letéteményese annak, hogy Magyarország erdővel borított területe folyamatosan emelkedjen. Kívánok önöknek ehhez jó egészséget és gazdasági sikereket. Köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmüket.